Négy személyautó ütközött az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyház a határában szerda délután. A baleset egy defektes kamion kerékcseréje miatt következett be. Szeged felé haladt a kamion, amikor az egyik kereke defektet kapott. Sofőrje épp a kereket cserélte, amikor egy autós későn vette észre a férfit, hirtelen sávot váltott. Ekkor neki ütközött egy másik autónak, majd még a mögött érkező két autó is beleszaladt. A négy gépkocsiban több mint 10 utaztak, köztük kiskorú gyermek is, szerencsére senki nem sérült meg. A helyszínen egy ideig torlódás volt, amíg a négy jármű alá álló sávba nem került.